újra él a vásárlási idősáv, nem lepte meg az embereket az intézkedés. Elköltözött az adománybolt Békés Csabán, egy babasarkot is kialakítottak. Új szintre lépett az együttműködés, élőben közvetítjük a BRS-e hazai mérkőzéseit. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Egyáltalán ne menjen közösségbe az, akinek tünetei vannak, hívta fel a figyelmet Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján elmondta, hogy a bölcsödei, óvodai, iskolai és szociális dolgozóknál végzett csoportos tesztelés eredményei a jövő héten várhatók. A tisztifőorvos kiemelte, hogy a szakorvos által felírt gyógyszereket a veszélyhelyzet után még 90 nap ki lehet váltani. Müller Cecília a megbetegedéssel kapcsolatos hajlamosító tényezőkről is beszélt. Krónikus megbetegedésben szenvedők és az maga az idősebb életkor is, de az is elsősorban azért, mert nyilvánvalóan ebben az életkorban gyakoribbak a krónikus megbetegedések. De mi van még ezen túl? Több közlemény jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy most már bizonyítottnak látszik, hogy a dohányzók körében a rizikó, a kockázati tényező magasabb. Ígéretéhez híven Szarvas Péter, a megyeszékhely polgármestere személyesen látogatott ki a békéscsabai piacra, és tájékoztatta a kereskedőket arról, hogy visszavonta a kedden közzétett rendeletét. A csütörtöktől életbe lépő polgármesteri rendelet szerint a piac és a vásárcsarnok területén nem alkalmazzák az idősek védelmére szóló vásárlási idősávokat. Egy szál olyan kolbász lesz. Kolbászt vásárol ez a fiatalember a békéscsabai vásárcsarnokban csütörtök délelőtt 10:30-kor. Ugyanezt még egy nappal korábban nem tehette volna meg, hiszen akkor még életben volt a 65 év felettiek védelmére szóló vásárlási idősáv a piac területén. A megkérdezett vásárlókból vegyes érzelmeket váltott ki a szabályozás megszűnése. Nagyon kellemes meglepetés ért, hogy közölték velem, hogy ezt a sávot eltörölték. Nagyon szépen köszönöm. Örülök neki. Őszinte lehetek? Nem értem ezt a rendszert, hogy miért ez lett kitalálva. Hagynám nyugodtan ezt. Tudom, hogy látszik is az egész piacon, meg a piac területén is, hogy annyira visszamesve a forgalom, hogy az fantasztikus. Szarvas Péter szerda este tette közzé közösségi oldalán a vásárlási idősáv megszűnését a piacra vonatkozóan. Ígéretéhez híven ezt személyesen is megerősítette a kereskedőknek. Üdvözlöm! Tehát ugye nyugodtan lehet árulni, most már idősáv nincsen. A városvezető 10-15 kereskedővel beszélgetve erősítette meg, hogy ő és a polgármesteri hivatal igyekszik mindent megtenni a piac zökkenőmentes működéséért. Állásfoglalást kértünk, ez megérkezett szerdai napon hozzám, ami azt tartalmazta, hogy a csabai piacon és vásárcsarnokban nem kötelező a szépkorúak számára a vásárlási idősáv elrendelése. Erről gyorsan tájékoztattam a közvéleményt, ma reggel pedig személyesen is a piacon árusító kollégákat, és így mindenki tudja a régi megszokott rendben a munkáját folytatni. A jelenlévő kereskedők megnyugvással vették tudomásul az új információkat. Ha ez így ment volna tovább, akkor a piac sajnos nem azt mondom, hogy tönkre ment volna, de akkor a forgalom visszaesés lett volna, mint tavasszal. Tavasszal is a nyugdíjas időben itt néztük egymást kereskedők. Hát én nagyon örülök neki, tegnap nagyon megijedtünk, itt mindnyájon, nem csak én, mert itt 9-től 11-ig szinte nem volt senki a piacon. Tehát nem, hogy idősek senki, nem, hogy fiatalok, senki nem volt egyáltalán. A vásárlók csütörtökhöz hasonlóan a következő napokban is idősávos korlátozás nélkül érkezhetnek majd a piacra. Nekünk az a fontos, hogy az árusaink áruljanak, keressenek, dolgozzanak, és a vevők pedig jöjjenek a piacra. A piac területén kívül a kormányzati intézkedéseknek megfelelően idősávosan látogathatóak a rendeletben megjelölt üzletek.
Kedden lépett hatályba az a kormányrendelet, amely alapján csak a 65 év felettiek vásárolhatnak, hétköznap 9 és 11, szombaton és vasárnap pedig 8 és 10 óra között, az élelmiszerüzletekben, drogériákban és gyógyszertárakban. A vásárlókat nem lepte meg az intézkedés, a legtöbben már alkalmazkodtak a tavaszihoz hasonló szabályokhoz. Az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv, 9 és 11 óra között, illetve 8 és 10 óra között, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban. Orbán Viktor miniszterelnök még hétfőn jelentette be közösségi oldalán, hogy a kormány a tavaszihoz hasonló vásárlási idősávot vezet be. A rendelet már másnap, kedden életbe lépett. Ebben a békéscsabai élelmiszerüzletben is már csak a 65 év felettiek vásárolhatnak a védett idősávokban. Tapasztalataink szerint az embereket nem lepte meg a rendelkezés, de a hasznosságáról már megoszlanak a vélemények. Ha ezt kell tenni megelőzésképpen, akkor én örülök neki. Hogy én bármikor jöhetek, de nekem van 2 óra sávom, teljesen felesleges ez. Az annyiban jobb, hogy kevesebben vannak. És valamennyivel védettebbek. Én elfogadom. Ez az idősáv ajánlott, de végül is mehetünk egész nap is, tehát gyakorlatilag annyira nem is veszük észre. A boltok azonban a tavaszi tapasztalatok alapján valószínűleg megérzik majd az idősávok bevezetését. Az élelmiszerüzletlánc ügyvezetője a Hét.tv-nek elmondta, hogy a rendelkezés hatására a boltjaik forgalma teljesen átrendeződik. Ezáltal a 9 óra előtti, illetve a 11 óra utáni vásárlások száma az egyébként normál menethez képest kiugróan magas. A karácsonyi bevásárlásokra is hatással lehet az újra bevezetett idősáv, tette hozzá Tyetyák Magdolna. Szerinte idén karácsonyra sokkal tudatosabban készülnek majd az emberek, mint az eddigi években, vagyis jóval előbb beszerezhetik az ünnepi fogásokhoz valót azért, hogy elkerüljék a várható tömeget. Új helyre költözött az Egyensúly AE Egyesület adományboltja Békéscsabán. A rászorulóknak szánt adományokat a Munkácsi utcai üzletbe hozhatják be azok, akik segíteni szeretnének. Az Egyesület egy új babasarkot is kialakított, amelyet a kisgyermekes édesanyák használhatnak majd. Sokat vagyunk együtt, a kicsi egyébként már bölcsödés, azonban ez egy páratlan lehetőség, úgy gondolom, hiszen én mikor szoptattam a picit, nem volt arra lehetőség, hogy bárhol meg tudjam szoptatni, ezért sokszor otthon maradtunk. És szerintem az anyukáknak ez egy hatalmas szabadságot ad. Pelenkázhatnak, etethetnek, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért. Igaz, hogy itt egy kisebb helyiségben várjuk a kedves vásárlókat, de annál nagyobb szeretettel, készülve most az adventi időszakra is. Ezt több területen is megteszi az Egyesület, és az egyik ilyen baba pontunk, hogy megengedjük a kedves anyukáknak, hogy itt a gyermekeiket tisztába tehethessék, hogyha szükség van rá, akkor esetleg meg is szoptathassák. Ez számunkra már nagyon-nagyon régóta fontos, és figyelemmel kíséri az Egyesület, hogy lehetőséget biztosítsunk erre a városban élő édesanyáknak. Az adományboltunk elsősorban olyan ruhaneműket vár a lakosságtól, amelyeket meguntak, de még használhatóak, tehát jó állapotban vannak. Ezeket ingyen vesszük be, hiszen ők az adományozók, és nagyon olcsón próbáljuk azoknak a személyeknek adni, azoknak a családoknak eladni, akiknek nincs pénzük arra, hogy egy drágább ruhaneműt vásároljanak maguknak. Így az Egyesületnek a keletkezett plusz pénze az visszaforgatásra kerül. Az elmúlt években többször szerveztünk ételosztásokat. Nem válogatjuk, hogy ki vásárol, bárki bejöhet vásárolni, bármilyen jövedelemmel rendelkező személy. Ezt mi nem szabjuk meg, nem koordináljuk. Nyilvánvaló, hogy mindenki saját maga érzi, és tudja azt, hogy neki mit enged meg a pénztárcája.
Családi ágy címmel egy klasszikus kamaradarabbal készül a Békés Csabai Jókai Színház. A teátrum a bemutatót január közepére tervezi, feltéve, ha addig feloldják a járványügyi korlátozásokat. A színdarab olvasó próbáját szerdán tartották a Jókai Szalomban. Seregi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója az olvasó próba elején arról beszélt, hogy ugyan a járványügyi helyzet miatt jelenleg nincsenek előadásaik, a társulat azonban továbbra is dolgozhat. A színház három új bemutatóval is készül jövőre, közülük a Családi ágy az egyik. A darab egy házasság főbb mozzanatait dolgozza fel. Hat jeleneten keresztül mutatja be ezt, hogy az első az a nász éjszaka a házasság után, az eskü után. Aztán van egy a születés előtti este, vagy a születés előtti percek. Aztán van egy olyan, amikor az egyik gyerek férhez megy. Annak akkor van egy, amikor el akarnak válni, akkor van egy könyvbemutató utáni beszélgetés, és van a vége, az elmúlás. Az előadás különlegessége, hogy egy színész házaspár, Bartus Gyula és Fehér Tímea játssza majd a két főszerepet. Szerintük ettől lesz igazán hiteles és személyes a darab. Nem is mindegyik színész házaspár alkalmas arra, hogy így kitárulkozzon, így megnyilvánuljon a világ előtt, hiszen nagyon személyes, mivel az a címe a darabnak, hogy családi ágy, tehát hálószobatitkok vannak benne, ami nem feltétlenül a szexualitás jelenti, hanem két embernek az együttlétét, mindennapokat, azok gyötrelmeit vagy szépségeit kell megmutatni. A történet több évtizedet ölel fel, így az idő múlásának érzékeltetése nagy kihívást jelent a két színművész és a technikai személyzet számára is. A bevett technikai dolgok fognak ebben segíteni, hogy jelmezzel, hajjal, maszk, hát ez egy közeli térben fogjuk játszani, stúdiószínházban, nem tudom, hogy az mennyire működhet, de erre segítségünkre kell, hogy legyen nyilván a háttérszakma is a színészi alakításon túl. A Békés Csabai Jókai Színház a kamaradarabot a tervek szerint 2021. január 15-én mutatja be. Öt vereség után újra pontot szerzett a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB2-ben, miután 0-0-ás döntetlent játszott a Szolnok otthonában a bajnokság 18. fordulójában. A kevés helyzetet hozó találkozó első félidejében a kékmezes hazaiak Tamás László lövésénél jártak a legközelebb a gólhoz, de Uram János védett a 43. percben. A fordulást követően a Csaba főként Nikola Pántovics révén veszélyeztettek, azonban a szolnokiak kapusa, Molnár Farkas Tamás is a helyén volt. Az utolsó 20 percben újra a Szolnok irányított, de Roxin Ádám, Szekszárdi Tamás és Kurdics Levente sem tudta megszerezni a mindent eldöntő gólt. A csabai együttes 18 forduló után a 11. helyen áll a tabellán, Preisinger Sándor csapata vasárnap 13 órától a Gyirmót csapatát fogadja a hazai pályán. A találkozót élőben közvetítjük a 7.tv-n és a behir.hu online felületein. Zsinórban 8. győzelmét aratta szerda este a Svitelszki Békés Csabai röplabda ese a női extraligában. A csabai lányok az újonc Balatonfüred otthonában szerepeltek. A találkozót ugyan a hazai gárda kezdte jobban, a Békés Csaba hamar megfordította az állást és nyerte meg a nyitó etapot. A második szedben nagy előnyt alakított ki magának a listavezető BRS-e és ellenfelének csupán 11 pontot engedélyezett. A csabai lányok a harmadik játszmában is lendületesen játszottak, sikerük nem volt kérdéses, így 3-0-ra nyertek újabb mérkőzést. A BRS-e legközelebb szombaton játszik majd, amikor az MTK együttesét fogadja első idei hazai mérkőzésén a Békés Csabai Röplabda Akadémián. Újabb szintre emelte immár több mint 5 éves együttműködését a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület és a Békés Csabai Média Centrum Kft. A felek csütörtökön írták alá az újabb egyességet, amely szerint a Média Centrum felületein élőben követhetik a nézők az ötszörös magyar bajnok BRS-e mérkőzéseit.
A Békéscsabai Média Centrum már 2015-ös indulása óta partnerségben áll a Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel, ismertette a cég ügyvezetője. Diós Zsolt hangsúlyozta, hogy az elmúlt években igyekeztek minőségi tartalommal kiszolgálni Magyarország legsikeresebb női röplabda sportegyesületét. Hogy megerősítettük az eddigi közös munkát. Mi ugyanúgy vállaljuk a továbbiakban is azt, hogy népszerűsítjük a sportágat is, és az egyesületet is. Ugyanúgy be fogunk számolni minden eredményről, igyekszünk magazinműsorokban egyre szélesebben bemutatni magát, nem csak a játékot, hanem a játék mögött álló embereket. A felek közötti együttműködés új szintre lép, hiszen a Békéscsabai Médiacentrum saját felületein élőben közvetíti az ötszörös magyar bajnok BRSM mérkőzéseit. Legutóbb szeptember végén láthattak élő mérkőzést Békéscsabáról a szurkolók, amikor a csabai lányok a Gödöllői RC ellen játszottak egy oda-visszavágós párharcot a Magyar Kupában. Itt szeretném bejelenteni, hogy a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület minden hazai mérkőzését a médiacentrum fogja közvetíteni. Hatalmas az igény a szurkolók részéről, jó rajta volt a csapat. Rengetegen lennének a mérkőzéseken, de mivel nem tudják személyesen élvezni a találkozókat, ezért a TV képernyője előtt igyekszünk kárpótolni szurkolóinkat. Az első élő közvetítés a behír.hu online felületein, valamint a 7.tv-n szombaton lesz látható 18 órától. Akkor a csabai lányok idei első hazai mérkőzésükön az MTK Budapest gárdáját fogadják a Békéscsabai Röplabda Akadémián. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!